A műsor támogatója a TAR Kft. Köszöntöm kedves nézőinket! 2 nap alatt Kalocsa mind a 4 középiskolájának összesen közel 300 diákja ballagott el. Múlt pénteken a Dózsa György, a Kossuth Zsuzsanna és a Katolikus Iskola búcsúztatta diákjait, míg szombaton a Szent István gimnáziumban tartottak ünnepséget ebből az alkalomból. Múlt pénteken a Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény falain belül kezdődött el legkorábban a végzős diákok búcsúztatása, hiszen a 12-es tanulók és családtagjaik, valamint a teljes tanári kar egy ünnepi szentmisén vett részt délután 4 órától. Gessner Péter atya egy történetet mesélt el, amelyben egy szegény és ezáltal szomorú életet élő férfi arról ábrándozik, hogy mi lenne, ha gazdag lenne. Miközben olyan köveket dobál a vízbe, amelyekről csak később derül ki, hogy azok valójában drága kövek voltak. Ezért az értékek és a szeretet jelképeként a Szent Atya búcsúzóul egy-egy kővel ajándékozta meg mise közben a ballagó diákokat. A végzős osztály aztán átvonult a katolikus iskolába, ahol kezdetét vette a hagyományosnak nevezhető ballagási ceremónia. Az ünnepség alkalmából teljesen megtelt az intézmény aulája, majd elsőként a tanári kar egy közös énekléssel búcsúztatta a 12-es tanulókat. Sajnos végleg elmegyünk,
Ezt követően került sor az ünnepélyes zászló átadásra, majd Eszter nővér a nagyasszonyunk katolikus intézmény igazgatója állt a mikrofon elé, és mondta el ünnepi beszédét. Második barlangosztályunknál, itt ebben az iskolában, valahogy az a tanév számomra az a kövekről szólt, és ha végignézitek majd a tablót, akkor látjátok, hogy a második osztályunknak a tablójában egy nagy kő van beleépítve, úgyhogy lehet, hogy rokon lelkek vagyunk. De én ma mégis nem a kövekről, hanem a fényképekről, a fényképalbumról beszélnék. A mai modern kor nagy vívmánya, hogy mindent digitalizál. Számítógépeken, iPhone-okon, tableteken, okostelefonokon őrizzük életünket, információinkat, képeket, videókat. Nagymamáink még porosuló albumokban nézegetnek megsárgult fotókat, mi pedig már csak gombokat nyomogatunk, képernyőket húzogatunk, kütyüjeinkből idézzük meg saját múltunkat, már-már saját életünket is virtuálissá téve. A ballagás is egy képes album, egy nagy tabló nézegetése. A pici babakortól a kosztümig és az öltönyig jutva a mai napig nagyon sok kép, emlék, esemény vésődött idegsejtjeink szinapszisaiba, és lelkünk láthatatlan, mégis eleven élő lemezére. A ballagás, a visszatekintés ünnepe, a mai színes nap mozgófilmje is egy pillanatfelvétel lesz csupán a múló idő nyomán. Ma elsőként nevetekben is köszönetet szeretnék mondani szüleiteknek, az ő féltő aggódásukért, az érdeklődő, olykor szigorú számokérésekért, amit ti talán macerának éltetek meg, az elvárásokért, szabályokért, ami korlátnak, gátnak tűnhetett az önállósulási törekvésekben. Mégis épp ezért jár a köszönet önöknek, ami talán még a diákoknak, a saját gyermekeinek is titokban jól esett, hogy figyeltek rájuk, hogy foglalkoztak velük, hogy nem voltak egyedül, csak ezzel ugye 17-18 évesen nem igazán dicsekszik az ember. Köszönet, hogy mégis ezt az utat együtt tették meg, és kívánjuk, hogy ezután is legyenek támaszok, amikor majd új célok, új utak felé mennek ezek a fiatalok. S ti pedig engedjétek meg szüleiteknek, hogy veletek legyenek, hogy ti legyetek az ő örömük és büszkeségük. És most elsőként szeretném megköszönni az SMK vezetőjének, Pálfiné Hajdú Erikának sok évi áldozatos munkáját, és kérem fogadja szeretettel ezt a virágcsokrot tőlünk. Majd munkájuk elismeréseként Rudolf Szilvia osztályfőnök, valamint Gessler Péter osztályfőnök helyettes egy-egy kisebb ajándékot vehetett át. Ezt követően az iskola igazgatója így folytatta beszédét. A régi képes albumból húznék ki egy-egy képet, ami bennem megjelent rólatok. Bár nem tanítottalak titeket, mégis én magam is elcsodálkoztam azon, hogy mennyi mindennel ajándékoztatok meg. Az iskola tablóit nézegetve látom, hogy mi maradtatok a legkevesebben, 12-12-re, de mégis ti vagytok az a leg kis csapat, akiből a legtöbben ide jártatok. Nem is 12, hanem talán 15 vagy 16 éven át. Hogy kik is ők, azoknak a neveit fogom mondani, és szeretném, hogyha ide kijönnének. És Csikósné Vörös Marianna kolléganőtől, aki mind helyettes, mind szülő is egyben több szerepben átadja nektek a mi ajándékunkat. A végzősök így egyenként szólítva Csikósné Vörös Marianna igazgató helyettestől kapták meg azokat a tányérokat, amelyek később az intézményben eltöltött évekre emlékeztetik majd őket. Az ünnepség zárásaként a végzős diákok az udvarra vonultak, majd az intézményből való távozásuk jelképeként égnek eresztettek egy tucat léggömböt. Thank you.
Once I was 7 years old, my mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger, pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told before the morning sun when life was lonely. Once I was 20 years old. Only see my goals, I don't believe in failure, cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before me. Nagyasszonyunk katolikus intézmény ünnepségével párhuzamosan a Kossuth Zsuzsanna szakközépiskolában is kezdetét vette a végzősök búcsúztatása, aminek kimondottan kedvezett a jó idő, hiszen a diákok, tanárok és családtagok az iskola udvarán sorakoztak fel a neves esemény alkalmából. Tisztelt igazgatónő, tisztelt igazgatóhelyettesek, tanáraink, szülők, barátok, köszöntöm Önöket ballagási ünnepségünkön, valamint megkülönböztető figyelemmel köszöntöm a 2016-os végzős évfolyam diákjait. A tudás, a felelősség és a barátság. Talán ez a három szócska tudná leginkább jellemezni azt, amit ez az iskola nyújtott nekünk az elmúlt 4 év során. A tudásunk gyarapodott, hol akarva, hol akaratlanul. Hamar rá kellett jönnünk, hogy tanulás nélkül nem sokra megyünk, hiszen előbb-utóbb elfogynak a felelés előtti kifogások, betegnek sem tettethettük magunkat tovább, úgyhogy nem maradt más, neki kellett állnunk tanulni. Eleinte persze nagy volt a lendület, de minden évben eljött a tavasz, ami a fiatalokra valamiféle bódító anyagként hatott, valahogy a tanulás mindig háttérbe szorult. Ám most eljött az az idő is, amikor a tavasz illata sem hat már ránk, hiszen fiatal felnőttként fel kellett, hogy fogjuk, eljött az oly sokszor emlegetett érettségi. A középiskola tökéletes helyszín a felelősségérzet kialakítására. Meg kellett tanulnunk mérlegelni, hogy a tanulás vagy esetleg a szórakozás a fontosabb. Nos, nem mindig sikerült ugyan jó döntést hoznunk, de a következményeit mindig vállalnunk kellett. Mára már kimerem jelenteni, hogy igenis képesek vagyunk felelősségteljesen gondolkodni és viselkedni, legalábbis az esetek nagy részében. A három jelige közül nem tévedek, ha azt mondom, a barátság az, ami igazán nagy jelentőséggel bír számunkra. Azt mondják, a középiskolában kialakult barátságok általában örökké tartanak. Annyi bizonyos, hogy a sok közös emléket senki nem veheti el tőlünk. Az ünnepélyes zászlóátadást követően Bekéné Dajcs Ágnes, az intézmény igazgatója mondta el ünnepi beszédét. Ember, vigyázz, figyeld meg jól világod. Ez volt a múlt, emez a vad jelen. És mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. Radnóti Miklós örökérvényű szavaival köszöntöm Önöket, köszöntelek benneteket ezen a jeles napon. Nem is volt olyan régen, mindössze 3-4 évvel ezelőtt, amikor nagy örömmel vettétek kézbe a sikeres felvételről szóló értesítőt, akkor még 8-os diákként, tele várakozásokkal, reményekkel.
Mindannyian boldogak voltatok, hogy sikeresen vettétek az első akadályt, bekerültetek a Kossuth Középiskola tanulói közé. A beiratkozáskor még kicsit csetlőbotló módon félénk kisdiákként kerestétek a helyeteket, az osztályfőnök, Horváth Gábor, később Varga Mónika, Szabó Zita, Molnárné Nagy Angéla tanárnő pillantását. Vártátok a bíztató tekintetet, hogy majd minden rendben lesz. Azóta több év telt el, a félénk kisdiákból öntudatos felnőtt lett, aki már szabadon, büszkén dönthet a saját sorsáról. De valóban büszkén dönthet a saját sorsáról. A 16 éves ifjú Albert bizony gyenge volt matekból. Erre az édesapja kipakolt mindent a szobájából, csak egy íróasztalt és egy széket hagyott benn. A kezébe nyomta a matek könyvet és bezárta rá az ajtót. Albert elkezdte olvasgatni, és rájött, hogy tök érdekes. Nem is gondolta volna. Ma mindenki ismeri a nevét. Albert Einsteinnek hívják. A 17 éves Pista így emlékszik vissza. Hetedikes koromban baleset ért. Megbuktam. Magyar irodalomból buktam meg. Ami egy író múltjában ritka gusztusos szeplő, és nem valami adit lobogtató lázadások miatt kerültem én szembe, holmi vaskalapos tanárokkal, én készületlen voltam, nagyképű, teljesen igazuk volt. Írja Örkény István, akit minden magyar ember azóta jól ismer, mint kiváló és jó humorú írót. Ezt csak azért mondtam el nektek, hogy még az iskolában sem dől el, mi lesz belőletek. És hogyan ismer benneteket a környezetetek, hogyan emlékszik majd rátok a világ. Sokat fogtok még változni. Az a fontos, hogy a változásotok fejlődésben nyilvánuljon meg. Végül a kiemelkedő tanulmányi eredményükért, közösségi munkájukért, illetve sporteredményeikért vehették át elismeréseiket a végzősök, majd akárcsak a katolikus intézmény esetében itt is léggömböket eresztettek a magasba a ballagó diákok. Nem messze a Tomori utca intézménytől ugyancsak aznap ballagtak a Dózsa György szakközépiskola végzős tanulói is, azonban az előző évekkel ellentétben az iskola egy a tavalyitól eltérő ceremónia keretein belül intett búcsú 12-es osztályainak, hiszen az intézmény a megújult érsekkertben, azon belül is a nagy színpadon tartotta ünnepségét. A lelátó rész teljesen megtelt a ballagó diákok családtagjaival. A végzősök búcsúzó beszédét követően sor került az ünnepélyes zászló átadásra, majd Jávorné Hargitai Klára igazgatónő állt a mikrofon elé. Tisztelt vendégeink, kollégák, kedves ballagó diákok! Szeretettel köszöntöm a végzős tanulóinkat, a velük ballagó osztályfőnököket, a kedves szülőket, rokonokat, kollégáimat és a meghívott vendégeket. Külön köszöntöm Éberné Mikor Margitot, a Bajai Szakképzési Centrum szakmai főigazgatóhelyettesét, Vikker József urat, a Dózsa előző igazgatóját, Kalocsaváros önkormányzata képviseletében megjelent Kinyóné Lakatos Melinda alpolgármesterasszonyt, valamint Bogár Romin és Ebők Ildikót, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun megyei képviselőjét, akik megtisztelték jelenlétükkel ballagási ünnepségünket. A mai napon 175 végzős diákot köszöntünk. Az iskolai év legszebb, legünnepibb napjához érkeztünk. A mai napon visszatekintünk. Felidézzük a múltat, a közös élményeket. A rossz emlékeket nagyvonalúan kitöröljük, a szépeket viszont szívünkbe emeljük, örökre magunkhoz láncoljuk. Kedves végzős diákok! Sok minden történt, változott az elmúlt évek alatt. Jó felidézni az első napokat, heteket, amikor ismerkedtetek egymással, az iskolával, a várossal. Próbára tettétek tanáraitok türelmét, megértését, szigorát. Az eltöltött évek alatt sok minden változott. Változott az osztályok összetétele, változtak a benneteket tanító tanárok, más barátaitok lettek, változott az iskola neve is. Egy valami azonban az eltelt évek alatt nem változott. Az a szeretet, ami körülvesz benneteket, az aggodalom, amit érzünk jövőtök miatt. Vegyes érzelmekkel álltok most itt.
Végre megszabadulhattok minden kötöttségtől, a felelésektől, a dolgozatírástól, de ide kötnek az emlékek, a csíntevések, a barátok, a szerelmek. Sokan várják, milyen lesz a folytatás, ami ezután következik, de az a biztonság, az az odafigyelés, az a törődés, ami a Dózsában volt, és amit olykor tehernek éreztetek, nem kísér tovább. Higgyétek el, ezeket az éveket nem lehet kitörölni, valamilyen nyomot hagynak mindenkiben, bennünk is. Nem fogunk, de nem is akarunk elfelejteni benneteket. A kollégáimmal együtt örültünk minden sikereteknek, apró örömötöknek. De átéreztük a kudarcok okozta fájdalmat, a bánatot is. Bosszankodtunk, ha néha úgy tűnt, hiába dolgoztunk, hiába akartunk jót. Nehéz elképzelnetek, hogy a következő szeptemberben nem ide tértek vissza, hanem egy ismeretlen helyre, ahol ismét meg kell szoknotok mindent. Egy munkahelyet, egy új iskolát, de remélem lesznek köztetek olyanok is, akik nálunk a megszokott környezetben folytatják tanulmányaikat. Gondoljatok mindazokra, akik segítettek, biztattak, bátorítottak benneteket az elmúlt évek során. Elsősorban a szüleitekre, családotokra gondolok. Eljött az ideje a hálának, a köszönetnek. Kedves szülők, köszönjük a támogatásukat. Köszönöm, hogy ránk bízták gyermekük oktatását, nevelését, hogy a mi iskolánkat választották. 3-4 évvel ezelőtt még félénk, kíváncsi, de bizonyítani vágyó fiúkat és lányokat irattak a Dózsába. A hónapok, az évek repültek, a fiatalok megnőttek. Önállóbbak, akaratosabbak, magabiztosabbak lettek. Elképzeléseiket szerették volna megvalósítani mindenáron, még akkor is, ha ez önöknek nem mindig tetszett. Mégis elérték a kitűzött célt, és megérkeztek az érettségi, a szakmai vizsgák kapujába. A ceremónia végén aztán a szülők, rokonok és barátok számos virágcsokorral köszöntötték a középfokú tanulmányaik végére érkező diákokat. Másnap délelőtt a Szent István gimnázium végzősei ballagták végig az intézmény folyosóit, majd vonultak át az ifjúsági ház udvarára. Ott elsőként kis Maximilián szavalatát hallgathatták meg a jelenlévők. Hajnalban, délben, alkonyban, veszélyben. Jó ez az út. Jó, hogy vezet. A cél ki tudja, hol lehet. Minden új tájnak, erdőnek, pataknak, ismeretlen titkai csalogatnak. És bizony magam sem tudom, hogy ezen a hosszú úton igazi szállással hol fogadnak. Autónk futott, s én hátra néztem. Minden kísér az elhagyott egészben, s bár elmaradt ezernyi nap, egy sincs, mely róluk leszakadt, mert ahogy nagy kanyarban megelőzve, oldalt a láthatár folyton előre halad, s vonul mögénk. Volt azonban visszaemlékezés az elmúlt 4 évre is. Mérföldkőhöz érkeztünk. Churchill szavait idézve, ez nem a vég, nem is a vég kezdete, de talán ez a kezdet vége. Az eltelt 4 év alatt felnőttünk, és így már készen állunk belépni a felnőttek világába. Igaz, az ideig vezető út olykor göröngyös volt. Sok változást igényelt, hogy megérkezzünk a célegyenesbe. Kedves évfolyamtársaim, emlékeztek még az első évnyitónkra? Félbe léptük át a gimnázium küszöbét, hiszen nem tudtuk, mi vár ránk a kopott falak között. Mi voltunk a legkisebbek, megszeppenve néztünk fel a nagyokra, és lám, egy szempillantás alatt mi lettünk a végzősök. A gólyabára emlékeztek még? Mennyire készültünk az első fellépésünkre a gimnázium közössége előtt? Igyekeztünk minél jobb benyomást kelteni a tanárokban, a diákokban. És az évfolyam bulikra, de jó volt akkor önfeledten együtt táncolni, énekelni. Fontos lépés volt ez a barátságok kialakításában, és hogy egy kellemes, barátságos, összetartó közösségben töltsük el ezt a 4 évet. Végül Perit Lajos igazgató mondta el búcsúztató beszédét, illetve adta át az elismeréseket az arra érdemes 12-es diákoknak. Furcsa ez az idei tavasz. Előbb március közepén 20 fokot meghaladó, szokatlan meleg volt, aztán április végén fagyos, hideg szél. Az időjárásban, az utóbbi napokban semmi nem utalt arra, hogy közeledik az utolsó éves középiskolások számára középfokú tanulmányaik befejezésének napja. A naptárra nézve pedig azt látjuk,
még ha az idejében talán szokatlanul korán is, már áprilisban zajlanak a ballagási ünnepségek. Ezért gyűltünk itt ma össze mi is. Szeretnénk ünnepélyes keretek között búcsúztatni a Kalocsai Szent István Gimnázium 73 ballagóját. A természet is megkönnyörült rajtunk, igazán szép, mondhatni ideális időben búcsúztathatjuk ballagóinkat. Kedves ballagó diákok! A mai napon értetek és miattatok költözött díszbe az iskola épülete, az itt megjelenő vendégek a ti kedvetekért jöttek el közösen ünnepelni. A mai nap egy korszak befejezésének, ünnepélyes lezárásának a napja. Végzősként nem csupán az iskolától, egymástól, tanáraitoktól, az alsóbb éves diáktársaktól vesztek búcsút, hanem egy kicsit elköszöntök eddigi életetektől is. Véget értek a rendszeres iskolába járás napjai, és ahogy hallottuk az előbb, soha többet nem fognak már nektek becsöngetni. Nem kell házi feladatot írni, több dolgozatra készülni, órai feleléstől tartani. De nem lesz több beszélgetés az órák közti szünetekben, stúdiózás, napi találkozás az osztálytársakkal. Persze még június végéig azért szoros kapcsolatban maradtok egymással, a gimivel, de a bankett után valaminek végérvényesen vége szakad. Eddigi megszokott életetek is nagyot fog változni. Akár tovább tanultok, akár munkába álltok, szeptembertől egy új lakóhelyet, társakat, életformát kell majd megszoknotok. Sokkal önállóbbakká kell válnotok. Szüleitek nem lesznek mindig elérhető közelben, tanáraitokkal, munkatársaitokkal is sokkal lazább kapcsolatotok lesz, mint azt eddig megszoktátok. De bízom benne, hogy mint többnyire eddig is, sikerül majd megbirkóznotok a nehézségekkel, és sikeresen küzditek le az akadályokat. Bízom benne, hiszen mi, a Kalocsai Szent István Gimnázium tanárai az elmúlt 4 évben erre is igyekeztünk felkészíteni benneteket. Az április utolsó 2 napján elballagott diákok számára azonban az elmúlt 4 év legnagyobb megmérettetése a napokban zajlik, hiszen jelenleg az érettségi vizsgákon való helytállás az, ami most leginkább próbára teszi őket. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Magazin műsorunkkal és új témákkal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra. A műsor támogatója a Tar Kft.